Tiszteletem mindenkinek, akkor vágjunk bele. Ahol ló az éj madara. Egy olyan világhoz tartozik, ahol nincs fény, csak köd és homály. Ahol megjelennek, a halál sincs messze. Jelenléte bal szerencsét és gyászt hoz az emberre. De ez nem volt mindig így. Az idők hajnalán, mikor még az istenekben nem csak haloványon hittek, hanem valóságként tekintettek rájuk, a hollók színe fehér volt. Ezek a hollók mindenütt az Isten vagy Istenek munkáját segítették. Az indiánoknál és Észak-Ázsiában a hollók lyukasztották ki az eget, Csupföldön pedig a holló szerezte meg a napot és vele a fényt. Kínában a háromlábú holló a napot jelképezte, és a perzsáknál a nap madara volt. Fekete színét később kapta büntetésül Apollontól késlekedéséért, másút pedig úgy tartják, hogy maga a nap pörkölte feketére a hollók tollazatát. Ezért járja is a mondás, ritka, mint a fehér holló. A skandináv mitológiában is előkelő helyen szerepelnek a hollók, hiszen maga a főisten Odin madarai. Szám szerint kettő van, az egyik elme névre hallgat, míg a másik emlékezetre. Odin minden reggel útjára bocsátja őket, hogy friss híreket hozzanak a világból, ám egyben aggódik is értük. Elme is emlékezet, nap mint nap felderíti a földi tájakat. Aggódom, nem tér majd vissza egyszer az elme. Bár emlékezetért szívem még szorongó. Odin amellett, hogy ő a mindennek atya, a teremtő és az alkotó, ő a Valhalla ura is, hol a harcban elesett hősök örökké élnek. Tehát Odin az élet és a halál ura egyben, s ebbéli vonatkozásában hasonlatosak hozzá kedves hollói is. A holló így egyaránt kísérője volt a napisteneknek és világteremtőknek, de ugyanakkor jelen volt az érem másik oldalán, a halál és a sötétség mellett az alvilágban. E két világban mozgott és mozog a mai napig is, így elengedhetetlen, hogy lélekvívő madárként tekintsünk rá. A holló lesz majd az, ki oly úton kísér minket végig, amit életünk során csak egyszer tehetünk meg. Mikor egy oly utazásra kényszerülünk, ahol a hús szava már nem ér el minket. Ahol a lelkünk a hollóval együtt szányra kell. A holló megítélése mindig is kettős volt, de éppen ezért hirdeti ő azt az örök igazságot, melyre már a görögök is rájöttek a napmisztérium kapcsán. Helios és Hadész egy azon érem két oldala. Az élet fényét csak Helios képes megvonni, s így válik maga Hadészszá. Az élet és a halál olyan, mint a kéz. Az élet a kézfej, a halál pedig a tenyér. El nem választhatod őket egymástól, de össze sem keverheted őket. Így lehet a fehér holló a nap madara, míg a fekete holló a sötétségi és a haláli. Látható, hogy a holló több, mint amit elsőre mutat. Ősi jelképe egy olyan igazságnak, melyet sokan ma sem ismernek. Ez a misztikum lengi körbe ezeket a madarakat, s azokat is, kik magukon hordják a képét. Az ékszer mindig jelentéssel bírt az embereknél, hol a státusz szimbolizálta, hol egy felfogást, avagy hitet, másod pedig egyszerűen csak egy bizonyos érzést. Aki a hollót választja, sokszor maga sem tudja, milyen mély archetípussal van dolga, csupán érzi ennek misztikumát. Érzi a jelképből áradó erőt és bölcsességet, s valahol látja lelki szemeivel a veszélyét is ennek a tudásnak. De éppen ez az, ami vonza az embert. Szeret borzongani. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, lájkold a videót, illetve iratkozz fel a csatornámra.